A tizedes meg a többiek egy második világháborús időszakot körülölelő fekete-fehér magyar filmvígjáték, amit Keleti Márton rendezett, a forgatókönyvet Dobozi Imre írta. A hazai mozivásznakon először 1965-ben lehetett megtekinteni. Szereplői a 60-as évek leghíresebb színészei voltak, főbb szerepben Sinkovics Imre, Darvas Iván, Major Tamás, Kozák László, Szabó Gyula és Pálos György, mellékszerepben Márkus László, Ungvári László, Cséh Németh Lajos voltak. A filmet a mai napig rengetegen ismerik hazánkban, nincs olyan család, ahol nem ismernék a történetet, illetve idéznének a híresebbnél híresebb aranyköpésekből, melyek mind a mai napig a rendelkezésünkre állnak, legtöbbjük még a mai napig aktuális tartalommal is rendelkezik. Ebben a videóban most ezt a filmet fogom elemezni, és megvizsgálni, hogy történelmileg mennyire hiteles. A történet szerint a II. Világháború befejező időszakában egy magyar katona, Molnár Ferenc tizedes épp dezertálni igyekszik a két frontra szorult Magyarországon. Összegyűjtve az elhunyt bajtársainak zsoldját, a nyakában lógó gránátokba rejtette el zsákmányát, és le akarta zárni a maga részéről a háborút. Hamis iratokkal igyekezett átjutni az igazoltatásokon, útközben megállva magával vitt egy szerelősegédet, hogy a motorja megszereléséért cserébe hazaviszi őt. Végül egy kastélynál álltak meg, ahova küldték a rohamegység parancsnokához, azonban a parancsnokság a közelgő veszély miatt épp kiköltözött. Kiderült, az épület inasán és tulajdonosán, Alberten kívül még több másik szökevény magyar katona is ott bújt meg. A tizedes egy ötlettel előállva átvette honfitársai felett az irányítást, hogy az esetleges helyzetekhez alkalmazkodva berendezkedjenek a kastélyban, így ideiglenesen egy hamis parancsnokságot alakítottak ki. Rövidesen egy honvéd jelentkezett a parancsnokságon, átadva egy politikai szökevényt, Szijjártó Istvánt. A dezertőr hamar felismerte, hogy szökevényekkel van dolga, így a kis csoport egy újabb taggal bővült. Felajánlotta, hogy egy közeli erdészháznál tud szerezni a katonáknak élelmiszert, mivel a kastélyban az élelem igencsak hiány volt. Mikor odaértek, egy kisebb SS csapat már felügyelet alá vonta az erdészházat, az egység parancsnoka pedig épp jó ízűen falatozott. Molnár tizedes Szijjártóval elpróbálták hitetni a házban a németekkel, hogy az oroszok már itt vannak, miközben a többi dezertőr Gálfi Eduard vezényletével percekig lövöldöztek a levegőbe. A színjátékot siker koronázta, amikor az egyik altiszt bement a spájzba, hogy hozzon ki egy üveg kompótot a felettesének, azonban az erdészházas pár ott bújtatott egy sebesült szovjet katonát. Tájékoztatta az Obersturmführert, a parancsnok riadót fújva elhagyta az embereivel a házat. A tizedesék a sérült katonát, Grisát és mellé még a jelentős mennyiségű ételt készültek visszavinni a kastélyba, azonban azt Albert tiltakozása ellenére néhány nyilas lefoglalta. Molnár tizedes kémmelhárítónak titulálva a bandát sikeresen elküldte őket, majd még aznap este kiszedte a szovjet katona lábából a golyót. Vacsora közben fegyverdördülésre riadtak, Albert kétszer is visszatért bejelenteni, hogy mégis melyik álláspont képviselői készülnek bejutni a birtokra. A németek érkezésére a tizedes és társai elbújtak egy titkos ajtó segítségével a fal mögé. A német felderítők, mikor épp rábukkantak a vacsora maradékára, igyekeznek jelentést tenni az Obersturmführernek. Molnár tizedes addig a társaival elpakolta a sok ételt, így a németek razziázni kezdtek a kastélyon belül, mire rátaláltak az elrejtett élelemre. Az egyik altiszt az Obersturmführer étkezése közepette véletlenül a titkos ajtón átkerül a fal mögé, ahol meglátja Grisát. Visszatérve az ajtón, leadja a jelentést a felettesének, aki riadót rendelt el. Eközben a tizedes és Szijjártó elindulnak segítségért, Albert megbeszéli velük, hogy egy ablakbot egy gyertyával fog jelezni, ha nincs veszély a visszatérésükkor. Gálfi a kastély urának öltözve sikeresen megtántorította a németeket, miközben Molnár, Szijjártó és a szerelősegéd ellopnak kinn egy német motort, hogy hazavigyék először a fiút. A faluba érve elzavarják a helyi Levent a parancsnokot, aki a lakosságból kiválogatva próbált a gyerekekből összeszedni frontra való katonákat. Onnan útjuk egy roncsokkal teli havas mezőre vezetett. Kiderült, hogy egy csata kellős közepébe kerültek, ahogy a szovjet hadsereg épp támadást intéz a sérült járművekkel teli tájon. Molnár tizedes a mellettük elhaladó tömeg és az elveszett kendője következtében sikeresen megjegyezhette, hogy ők még megadni se tudják magukat. A tizedes egy hamisított parancsot tartalmazó iratot átadva Szijjártónak elváltak egymástól, ő pedig visszament a kastélybe, hogy a féltett ládikáját elvigye onnan, azonban egy nagyobb nyilas csapat vette át az irányítást. A vezetőjük előtt, Barokány előtt sikeresen kivágta magát, azonban Gálfi és a társai lebuktak. Mikor Szijjártót is elfogták és előkerült a hamis parancs,
Molnár is lebukott, bár Barokányi nem tudta, hogy pontosan melyik volt kettejük közül az, aki ellopta a halott katonák zsoldját Budapestről. Másnap reggel az egész csapat a kastély előtt állt felsorakozva, várva, hogy a kivégző osztag végrehajtsa az ítéletet. Barokányi odadobja Szijjártónak a tizedes gránátjait, hogy bontsa fel őket és dobja oda a nyilasoknak. A kivégző katonák megbolondulva a sok pénz láttán egymást tépték a földön, majd Molnár a következő gránátnál már figyelmeztette társát, hogy amit odahajít, az már igazi lesz. Így egy robbanással kísérve a szituációt, az összes elítélt elmenekült, akik később szovjet hadifogságban találkoztak újra. Ott megpróbálták a táborvezetővel elhitetni, hogy magyar partizánok, akik megmentették egy orosz katona a Grisa életét. A vezető odahívatta eléjük az összes férfit, akit Grisának hívtak. Azonban egyikük se volt az, akire számítottak. Szijjártó viszont könnyen megúszta, mivel az a katona is fogságban volt, aki a kastélyba vitte őt korábban. Így nála pedig ott volt a papír, amivel igazolni tudta, hogy ő egy elítélt kommunista partizán. A későbbiekben Grisa is előkerült, így mindannyian szabadok lehettek, amennyiben egy partizán feladatot teljesítenek. A tizedes egyedül nem vállalta el a feladatot, csupán egy írás szeretett volna kérni az érdemeiről. A vonulósereg láttán azonban meggondolta magát, s társai után eredt. Vizsgáljuk meg alaposabban a film történelmi és politikai hátterét. Az 1945 utáni magyar filmipar szempontjából a háború befejezése Európában jelentős hatást gyakorolt. A leverhetetlen ideológiát képviselő erők megdöntése után a vesztesek volt szövetségesei mindinkább igyekeztek elhatárolódni a háború kezdeményezőitől. A korábbi politikai rendszert nem támogatta egyik ország sem, mely a németek oldalán harcolt, így könnyebben befészkelte magát a szovjetek eszmerendszere, és ez hamar megnyilvánult a háború utáni magyar filmekben, a fasiszta kultúrának nem maradt befogadója. Az elhunyt magyar áldozatokért nem a szovjeteket, sokkal inkább azt a politikai elitet hibáztatták, mely szerepet vállalt abban, hogy a területi revízió jegyében politizáljanak, majd 1941-ben hadat üzenjenek a Szovjetuniónak. A háború után így könnyedén megváltozhatott az ellenségkép, a korábbi célpontból pedig a nemzet felszabadítói lettek. A II. Világháborús témájú magyar filmek esetében megmutatkozott egyfajta kettősség. Szembenézés a múlttal, elkövetett bűnökkel, majd szembesíti a nézőt azzal, hogy az átlagembernek volt lehetősége ez alatt az ínséges idők alatt választani, a nép dönthetett a hatalmakhoz való hozzáállásáról. A valóságban természetesen ilyen jellegű antifasiszta megnyilvánulás nem történt, ezért nem lehetett erősen szovjetbarát filmeket vagy partizán filmeket készíteni. A háborút feldolgozó filmek nem hoztak akkora sikert Magyarországon, még 1955-ben a felszabadulás 10. évfordulójára készült Budapesti tavasz című film sem nyerte el a nézőközönség tetszését, mivel maga a történelmi valóság tartalma el lett nyomva a történetet illetően, viszont ez az azonos című Karinthy Ferenc féle könyvben is így van jelen. A Keleti Márton által rendezett A tizedes meg a többiek ért el jelentős változást a II. Világháborút feldolgozó magyar filmek terén. Az oroszok már a Spájzban vannak szállóig elég nagy port kavart, mely az ország felszabadítása óta tartó rendszer kritikájaként is fogható fel, vagy mint Magyarország a KGST éléskamrája, amit az oroszok fosztanak ki, azonban ezek a szándékok egyáltalán nem merülhetnek fel a film megtekintését követően. A főszereplő tizedes csupán egy átlag kisemberként próbálja túlélni a maga módján a háborút, megtévesztő, túlélésért küzdő, önös érdekekből tevékenykedő személyisége mind a mai napig meghatározza a film mondani valóját, hangulatát, gyakorlatilag egy erkölcsi mesét mutat be, igyekezve a háború adta borzalmakat minél inkább háttérbe szorítani. A film eredetileg egy komoly hangnemben készült magyar partizán film lett volna, Nyílt parancs címmel, azonban ezt a koncepciót megváltoztatták és Szász Imre átírta Dobozi forgatókönyvét, a mellékszereplő tizedesből főszereplőt csináltak. A tizedes meg a többiek főleg az 1944-45-ös időszak eseményeit igyekszik dióhéjban a történet mozgatórugójaként alkalmazni, ahogy a szovjet csapatok érkeznek keletről, végsöpörve Magyarországon, két front közé szorítva azt a németekkel. A másik irány, ami a film főszereplőinek felépítésében nagy segítség volt, a színész Sinkovics Imre személyes emléke a háborúról. Mikor 16 éves volt, több alkalommal úszott meg így komoly büntetéseket, besorozásokat, hogy mindig valahogyan ki tudta magát magyarázni, és ez a szerepébe beépülve hatalmas siker lett. A film a kínálat élén volt abban az időszakban, a korszak politikai hátszele kevésbé alakította át a cselekményt, nem korlátozta annyira a szereplők szabadságát. Az ideológia a túlzottan kommunista szerepet betöltő Szijjártóban nyilvánult meg, illetve a film befejezése is a rendszer egyfajta fennállásának ad helyet. A két front közé szorult országban mindkét oldalon jelen volt egy győzelem imádat, amit igyekeztek beépíteni a köztudatba, hogy megnyerhető a háború.
Ezzel igyekezték bátorítani a szovjet, illetve német és magyar csapatokat, hogy harcoljanak a végsőkig. Ennek oka, hogy a fasizmust képviselő erőket pedig nem lehetett legyőzni, így mindkét fél esetében adott egy cél. A filmben megjelenő Barokányi által vezetett nyilasok szerepén érződik ez az elvakult morál, magabiztosság, tetrekészség. Ungvári László kijelentése is meghatározó szempont. Amikor mi itt minden erőnket összeszedjük. Természetesen ezzel a mentalitással nem mindenki érthetett egyet. Ez megmutatkozott az Obersturmführer vezette német csapatban, mivel ezek a katonák vakon bizakodva követték a parancsnokukat, osztogattak, de ha jelenség került szóba, inkább visszavonultak, mint sem harcba keveredjenek. Ez a hozzáállás azt tanúsíthatja, hogy a győzelemben való bizakodás egyrészt elérhető önerőből, saját tettekkel, másrészt, ha valaki másra testálják a feladatot. A film köztudatban maradásában több másik szempont is szerepet játszik, kimagasló helyre került a korszak vígjátékainak listáján, ráadásul a politikai ideológia, mely a legtöbb magyar filmet átitatta, itt jelen esetben háttérbe húzódott. A korábbi magyar történelmi témákat feldolgozó alkotások történelemkönyvek mintáját követve szárazon vitte előre a cselekményeket, szereplőiket heroikus pózokban helyezték el, személyiségük pedig az egyoldalú politikai nézet miatt erősen korlátozott volt. A tizedes meg a többiek ezekkel ellentétben a magyar történelem egyik legtragikusabb eseményéről könnyeden beszél. A főszereplő Sinkovics Imre egy nem annyira pozitív karaktert játszik el a tizedes személyében, persze a nézők nagy része egyértelműen pozitívnak tartja. Sinkovics szerint ennek az a fő oka, hogy a történet nem dicsőségről, harcról szól, hanem arról, hogy szereplői egytől egyig emberek, akik egyszerűen csak túl akarják élni a háborút. A tizedes alakja rendkívül jól alkalmazkodik, tudja előre, hogy kinek mit kell mondani, milyen mese az, amit a beszélgető partnere valóságosnak gondol, így könnyedén kimászhat bármilyen slamasztikából. Gyakorlatilag egy legyőzhetetlen szereppel ellátott főhősről van szó, aki fegyverként a saját szavait használja, erős karizmával rendelkezik, amivel próbál érvényesülni, elnyerni a kis ember jussát. A történet főhelyszíne az ismeretlen vidéki kastély, mint az országot szimbolizáló kiszolgáltatott Magyarország, mely átjáróházként funkcionál, kiszolgáltatva a nagyhatalmak számára, a menekülni próbáló magyarok pedig a vendégek tetszésének megfelelő színekben és ruházatokban jelennek meg, ahogy ez Darvas Iván is megjegyzi a filmben. Átöltözünk, mindig csak átöltözünk. Hát meddig lehet ez bírni köpönyeggel, önérzettel? A Dezertőr tizedes és a társai ettől egyig a magyar lakosság minden egyes személyiségét bemutatja hovatartozásuk, szemléletük alapján, akik elismerik, hogy semmi közük ahhoz, amit a hatalmi játszma vezetői kitaláltak, ezért ki akarnak ebből maradni, és remélik, hogy majd a nagyhatalmak elhagyják az épületet, és végre a tulajdonosuké maradhat. Ahhoz, hogy jobban megértsük a korszakot, érdemes beszélni az 1944-es 45-ös eseményekről. Magyarország szövetséges államként eleinte provokátori szerepet kapott. Csehszlovákia likvidálásakor Hitler a magyarokat akarta felhasználni egy fegyveres konfliktus kirobbantásához, amivel a németek jogot kaphatnak egy erőteljes beavatkozás megkísérlésére, Magyarország ezért a lépésért megkaphatta volna egész Szlovákiát. A katonák, tisztek jelentős része meg el is fogadta volna ezt a megbízást, azonban az ország politikai vezetői másképp látták a helyzetet, legfőképp Horthy Miklós. Igaz, észszerű döntéseket 1939-ben is tudott hozni az ország vezetése, azonban az 1944-es megszállás egyik mozgató rugója Magyarország 1941-es hadüzenete volt az Amerikai Egyesült Államoknak, vagyis Európa nem csak a szovjetek célpontja lett. Az Amerikai Egyesült Államoknak küldött hadüzenet egyértelművé tette. Hazánk belépett a II. Világháborúba. Magyarország, mint a harmadik birodalom egyik szövetségese, nehezen viselte a háborús helyzeteket. 1943-44-re a németek visszaszorultak, a Szovjetunió potenciális veszélyforrásá vált keletről, egyre nyilvánvalóbbnak tűnt, hogy a németek hiába tudják tartani magukat, a háborút nem biztos, hogy megnyerhetik. 1943-ban a magyarországi ellenzéki, illetve baloldali pártok kezdték terjeszteni állásfoglalásukat, a kommunisták magyarországi pártja a békepárt nevet vette fel, bár céljaik és a párt jellege egyáltalán nem változott. A Kállai kormány megkezdte a diplomáciai kapcsolatok kiépítését, hogy előkészíthessék az ország átállási szándékát. Hitler már 1943. áprilisában követelte a magyar kormányzótól a miniszterelnök kiadatását, ráadásul a kormány minden titkos tárgyalásának híre eljutott a német kancellárhoz. A kormány megbízottja már 1943. szeptemberében megkapta az előzetes fegyverszüneti feltételeket a brit kormány küldöttjétől Isztambulban, azonban a dokumentum az angolok balkáni partraszállási terveiből indult ki,
Így nem tudtak számolni azzal, hogy a németek megszállják Észak- és Közép-Olaszországot, illetve megerősítik Mussolini hatalmát. A balkáni partra szállást elvetették, mégis hosszú ideig terjesztették a szövetségesek törölt tervét, így Magyarország kilépési kísérletéről is terjedtek hírek. 1944. márciusában Hortit elhívták Kleisheimbe, ahol a magyar vezérkari főnök és a honvédelmi miniszter kíséretében jelent meg Hitler előtt. Március 18-án többször megszakították a tárgyalást, heves viták alakultak ki. A magyar kormányzó nem írta alá a dokumentumot, mellyel elismerné, hogy német csapatok érkeznek Magyarországra, azonban a megszállást tudomásul vette. A magyar miniszterelnököt a belügyminiszter március 19-én értesítette az érkező katonákról. A kormányzó a németek hatalomátvételét a keleten levő román sereg fenyegető jelenlétével indokolta, mellyel az első világháborús tapasztalatokat igyekezte megerősíteni, októberben legalizálta Szálasi Ferenc és pártjának hatalomra jutását. 1944. március 14-én érvénybe léphetett a Margaréta I-es, vagyis a Magyarország német megszállásáról szóló terv, mely a folyamat első fázisát jelentette. A Margaréta II lett volna a második lépés, ami Románia megszállását jelentette, azonban a románok még időben átadták magukat a Vörös Hadseregnek, így ez a terv nem valósulhatott meg. Horthy a megszállást követő rövid időszakban német nyomást a Kállait leváltotta, miniszterelnöknek Sztójai Dömét nevezte ki. Sztójai mindent a németek utasítása szerint cselekedett, az ország valós irányítását Edmund Wesenmayer megbízottra ruházták. Sorra oszlatták fel a német elveknek nem tetsző pártokat, tagjaikat elítélték, legtöbbjüket koncentrációs táborokba küldték. A miniszterelnök a németek támogatása jeléül az első magyar hadsereget elküldte a keleti frontra. 1944. áprilisában megjelentek az első szövetséges bombázók az eddig háborítatlan Magyarország felett. Július 22-én Galíciában szovjet támadás érte a magyar hadsereget, így kénytelenek voltak visszavonulni Magyarországra, amit Horthy a kormányzói jogkörével megerősített, elkerülve a túlélők átcsoportosítását a német egységekhez Dél-Lengyelországba. 1944. augusztusában a románok átálltak a szövetségesekhez, így megkönnyítették az oroszok keletről történő előrenyomulását. A Hunyadi vonal mentén, ami hazánk keleti határán túllévő akadályrendszer volt, az első magyar hadsereg október 17-ig védte azt, román segítséggel a szovjetek megkerülték a vonalat. Horthy megkísérelte az országot kivezetni a háborúból egy kiugrási kísérlet keretében. Augusztus 29-én Lakatos Gézelt nevezte ki miniszterelnöknek, azonban a kiugrás katonai előkészületébe a kormányzó nem vonta bele a magyar frontot, ami az ellenzéki pártok martalékából szerveződött. Értelmesebbnek látta, egy új kormánnyal megpróbálnak kilépni a háborúból, de a baloldali munkások kezébe nem akart fegyvert adni. Augusztus 30-án megindult keletre a 3. magyar hadsereg. Aradnál és Nagyváradnál kiszorították az ellenséget, de a szovjet-román csapatok célja Nyíregyháza és Debrecen elfoglalása volt. A magyar hadsereg maradéka német fennhatóság alá került, tankcsata alakult ki a Nyíregyháza-Debrecen vonalon. 1944. október 11-én a magyar küldöttség aláírt egy fegyverszünetet Moszkvában, mely szerint Magyarország minden egységét visszahívja a trianoni határok mögé, hadat üzen Németországnak, azonban már ekkor zajlott a debreceni páncélos hadosztályok csatája. Horthy Miklós október 15-én bejelentette rádióbeszéden keresztül Magyarország kilépését a háborúból, azonban fiát, ifjabb Horthy Miklóst a gestapó emberei elrabolták, így a kormányzót lemondatták pozíciójáról október 16-án, ezzel együtt feloszlatták a Lakatos kormányt. A németek Szálasi Ferencet bízták meg egy új magyar kormány kialakításával, aki a nyilasok vezetője volt. Erre az időszakra Észak-Erdély és a Tiszántúl már szovjet fennhatóság alá tartozott. Szálasi totális mozgósítást hirdetett, kiskorúakat is toboroztak a háborúba, Magyarország kiszolgáltatott helyzetbe került a németek javára. A nyilasok helyzete arra összökélte a magyar frontot és szimpatizánsait, hogy fegyvert fogjanak, így Balcsi Zsilinszky Endre vezetésével megalakult a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága 1944. november 9-én. Céljuk egy nagy népfelkelés kirobbantása lett volna, azonban a mozgalom vezetőit november 22-én letartóztatták és halálra ítélték. Az oroszok folyamatosan nyomultak előre, Szálasi Ferenc magyar egységeket küldött a fővárosba, hogy német támogatásban bízva megvédjék azt. 1944. november 3-án érték el a szovjet tankok Budapest város határát. A várost védő egységek 50 napig tudták feltartani az oroszokat, azonban a lőszerellátmány nagy része már az első napokban gondot okozott. A legtöbb raktárt Budapest külvárosában helyezték el, így azok az ellenség kezére kerültek.
A civil lakosságot nem tudták kitelepíteni, rengetegen áldozatául estek az összetűzéseknek. December 25-én a szovjetek lezárták az ostromgyűrűt, a védőknek ultimátumot adtak a város megadására. December 29-től felszámolták teljesen a pesti oldalt, majd megkezdték a budai vár elfoglalását. A németek több összekötő hidat is felrobbantottak, hogy akadályozzák az átjutást, külső segítség nem tudott érkezni a magyarok számára, hiába volt rengeteg német egység az országban. Hitler parancsa ellenére a magyar védők 1945. február 11-én kitörtek a szovjet gyűrűből, így is csak a német-magyar erők töredéke jutott el a városon kívüli baráti egységekhez, de többen fogságba estek vagy dezertáltak. Február 13-án a főváros a szovjetek kezére került. A nyilas vezetőség Nyugat-Magyarországra tette át székhelyét az egyre inkább zsugorodó területükön 1944-ben, majd 1945 áprilisán már sem ők, sem a németek nem tartózkodtak Magyarországon. A háború hazánkban ekkor ért véget, de a hatalmi megerősödés akkor veszi kezdetét, mikor a Vörös Hadsereg biztosítja a déli határt is. Szóval, ha az eseményeket alaposabban megnézzük, a film teljes egészében átlátható képet nyújt a dátum és az események kikövetkeztetéséhez, melyek főleg a szereplők által említett személyes élményeiken túl a filmvászon is megjelennek a történet második felében. A cselekményszál feltehetőleg 1944. decemberre és 1945. februárra között játszódik. Ezt a megállapítást arra lehet alapozni, hogy a táj fagyos, a katonák téli öltözékben voltak, Molnár tizedes pedig Budapest felől menekült, mivel az ellenséges szovjet csapatok már körülzárták a fővárost, vagyis Magyarország két front közé szorult állapotának egy kiragadt időszakát tehetik a nézők magukévé, feltehetően az 1945. február 11-e utáni eseményekről lesz itt szó. A film második felétől már nyilasok is szerepelnek, akik a szálasi kormány idején gyakorolnak jelentős hatást a megviselt országra. További utaló jel a nyilasok jelenlétére, hogy az autószerelő inas falujában, Pálházában egy Levente gyerekeket gyűjtött össze frontkatonáknak, ami szintén Szálasi Ferenc mandátumának idejéhez köthető. Gálfi és a tizedes Afrika térképen való tájékozódásukkor több jelentős települést is megemlítenek, fiktív haderőkkel, melyekkel feltételezett céljuk váratlan vendégeik átverése mellett Székesfehérvárt kézre keríteni, ugyanis a város a valóságban is szovjet fennhatóság alá tartozott ebben az időszakban. A központi eseményekben említett valós helyszínek mellett megfigyelhetünk fiktív elemeket is. A filmben említettek meg a szereplők kitalált településeket, melyek nem annyira kulcsfontosságú szerepet töltöttek be, de a film méltán ismert mondatainak a részét is képezik. Az első nyilasok megjelenésekor Albert a kastély inasa a Fácán pusztán lévő kastélyt javasolta lefoglalása a rossz kedélyű katonáknak, ami a cselekmény főhelyszínétől 30 kilométerre helyezkedik el, azonban egyáltalán nem létezik. A szovjet fogolytáborban Suhajda, aki Szijjártót átadta a kastélynál a tizedeség felügyelete alá, szintén megemlít egy fiktív települést, Bagjast, akinek a polgármestere tudta volna igazolni a katona jótetteit. A film végén a tizedes és társai a szovjetek fogjaiként úgy igyekeztek kereket oldani, hogy partizánoknak adták ki magukat. 1944-ben már elég nyilvánvalóan jelen volt a partizánkodás Magyarországon, hiszen a keleten kialakult front egy igen erős jellemvonását alakította ki a partizánokkal szemben, mely minden korábbi német állásponttól eltérően kegyetlenebb szankciót vezetett be, melyre számíthattak az elfogott, lázadó civil elemek, hiszen a németek egyáltalán nem fogadtak el tőlük sem megadást, sem átállást. Ez a lépés egyáltalán nem volt jogszerűtlen, hiszen hadifogságba csak olyas valaki eshetett 1945 előtt, aki egyenruhát, megkülönböztető jelzést viselt magán, felelős vezető parancsnoksága alá tartozott, a fegyvert nyíltan viselte és betartotta a hadijog általános szabályait is. A partizánok ezeknek a feltételeknek egyáltalán nem feleltek meg, ráadásul 1945-ig jog sem védte őket arra nézve, hogy egyáltalán fogságba esett katonaként kezelhessék őket, így akik a hadijogi feltételeknek nem tettek eleget, közszörvényes bűnözőként bántak velük. Emiatt gyakran fordult elő, hogy az elfogott partizánokat kivégezték, legyen szó akármelyik nemzet hadseregéről, mely végrehajtotta azt. Először 1943-ban történt az OKV részéről módosítás az átálló erők jogainak értelmében, melyet csak eleinte az átállt komisszárokra voltak értendőek, vagyis a hazájuk ellen küzdő orosz katonákat kezelték szövetségesekként. A II. Páncélos hadsereg folyamatosan parancsokat osztott az elfogott partizánokkal, civilekkel kapcsolatban, hogy az ellenük elkövetett durvaságokat korlátozni tudják. A későbbi évben mindkét fél oldalán alakultak ki szimpatizáns partizán, illetve partizánokból átképzett ellenséges nemzetből toborzott egységek, akik nézőpont alapján azonosulni tudtak a németek vagy az oroszok álláspontjával.
A tizedes meg a többiek mind a mai napig ismert, ez részben köszönhető annak, amit nyújt, illetve hogy a 60-as évek egyik legszórakoztatóbb magyar film végjátéka volt. Sinkovics Imre több interjú során is visszaemlékezett a szerepére, illetve annak hatásaira is. A film bemutató után hosszú ideig csak tizedes úrnak szólították. Személyes élménye volt, mikor egy laktanyához hívták meg őt és a feleségét vacsorára, azonban le kellett mondania egyéb okok miatt. Csak később hallotta vissza az üdülő gondnokától, ahol éppen nyaraltak, hogy este ide rohant egy kis katona, s jelentette a tizedes úr és a tizedesné nem kérnek vacsorát. Az Astoria szállóban is érte a színész meglepetés, amikor a balti flotta tengerész tisztje küldött neki az egyik asztaltól egy üveg konyakot, és elmesélte neki, hogy 28-szor tekintette meg eddig egymás után a filmet. A film megjelenését követő években sorra jelentkezett a történet a színpadon is. 1972-ben a Veszprémi Petőfi Színházban mint színdarabot adták elő a teljes filmet. A forgatókönyvet Dobozi Imre írta. 1985-ben a Pesti Színház is bemutathatta a tizedes kalandjait. A rendszerváltást követően felmerült annak az ötlete, hogy a tizedes meg a többieknek készítenének egy folytatást, mely a jól megszokott kis csapatot mutatná be 1945-től egészen 1990-ig, azonban ez a koncepció soha nem valósult meg. A 80-as években alakult egy punk rock zenekar, ami a tizedes meg a többiek nevet viselte, azonban a nevén kívül semmilyen kapcsolata nem volt a filmmel, a frontemberét tizedesnek vagy tizinek nevezték. A 2000-es évek elején készült egy magyar amatőr társulat filmje, ami vegyítette a tizedes meg a többiek és a Star Trek amerikai sci-fi sorozat világát. Ez lett A Klingonok már a Spájcban vannak. A tizedes meg a többiek egyedien követi a történelmi eseményeket, teljesen új szemszögből közelítette meg a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiáját, ami Magyarország jelenlegi területi állapotát okozta. A filmben elbeszélt események részben fedik a valóságot, ami számomra nagy felüdülés, hiszen az ember gyakran vizuálisan képes hitelesen átélni eseményeket, erre pedig nagy segítségünkre lehetnek a történelmi eseményeket reprezentáló filmek. A történet összetett, mégis könnyed humorával igyekszik háttérbe szorítva a II. Világháború borzalmait, ezt szerethető történetként átadni a nézőknek. A vágás hülyen tükrözi a 60-as évekbeli magyar filmipar minőségét, nincsenek elnagyolt, felesleges jelenetek, még a burkolt politikai utalás ellenére is egy saját lábán megálló filmet kapunk. A színészi játék számomra tökéletes, bár Major Tamás arcán többször észrevenni némi rezdülést, mintha a nevetését akarná visszafojtani. A ruhák és a díszlet még részleteiben is kifogásolhatatlan, hűen reprezentálja a kor viseletét és divatjait, bár a mellékszereplők újbóli felbukkanásai némileg rontanak egyes jeleneteken, kissé kizökkenhetünk abból, hogy elhiggyük és átvegyük a történet lényegi mondandóját. A színészek gyakori alkalmazása másik szerepekben sajnos ront a film hitelességén, ami szintúgy nagy pozitívum, hogy a film maradéktalanul ügyel az idegen nyelven folytatott társalgások hitelességére. Minden egyes párbeszédhez tökéletesen beszélő színészeket párosítottak. Nektek melyik a kedvenc történelmi filmetek? Válaszaitokat hozzászólásban várom. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó, ha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél Facebookon, Instagramon vagy éppen TikTokon. Ha szeretnél pedig támogatni, akkor a YouTube csatorna tagsági felületen, illetve Patreonon is megtehetitek. Legközelebb találkozunk, sziasztok!